a mágus. Mindenki így ismerte. A mai napon ünnepelni 81. születésnapját az MTK 1987-es bajnokcsapatának vezetőedzője Verebes József. Mielőtt a mágus 1986-ban csatlakozott volna az MTK-hoz, már kétszeres magyar bajnoknak mondhatta magát a Győrrel, és hasonló célkitűzésekkel érkezett meg a kékfehérekhez is, akik akkoriban távolról sem számítottak tényezőnek a bajnoki cím szempontjából. Hétfőn bejelentették, hogy új edző jön a csapathoz. Délután már a Verebes jött be az öltözőbe, és 10 perc alatt elmondta, hogy mit szeretne. A 10 perc alatt szerintem mindenki megértette, hogy mit akar. Hogyha nem mered megcsinálni azt, amit benned van, önfeledten, akkor az már most álljon föl, és távozzon. Töretlen bizalom volt a játékosok felé, majdnem azt lett a baráti bizalom. De egy biztos, hogy azt, amit ő felvetített a játékosoknak, hogy mit kell megcsinálni a pályán ahhoz, hogy sikeres légy, azt megkövetelte minden áron. Aki nem tudta megcsinálni, az előbb-utóbb kikerült. Kijött, eszívta a cigarettáját, leült egy kávéval, nézte az edzést. Ha valamit észrevett egyből, itt megállunk, és korrigált. Mindig azt mondta, hogy hibázni lehet, luftot rúghatunk, kapásból is elrúghatod messze a labdát, de elvi hibát nem védhetsz. Ha abba hibázott valaki, azt könyörtelenül megbüntette. Csak támadó futballt játszottunk, hol hazai pályán, hol idegenbe. Nem lehetett hátrálni. Ezt mondjuk a Rezső is tudja, mert neki is meg lett mondva, hogy nem lehet visszajönni. Csak erőre lehet futballozni. Félt is a kicsi, hogy néha lecserélik, hogyha egyszer-egyszer visszajött. Például volt neki egy óriási dolog, ő úgy mondta, hogy a mexikói, a védekezésnél. Tehát én mondjuk jobbszélsőt játszottam, nekem a bal hátvédre kellett vigyáznom, hogyha mondjuk följön. És ha hozta a labdát, és ő kényszerítőt akart játszani, a hátvéd leadta a labdát valakinek, nem kellett nekem odafigyelni, én csak a bal hátvédet figyeltem. Ugyanis, hogyha lepasszolja a labdát, csak annyi, hogy odafigyelek, visszaadják a labdát, mögöttem már elment valaki, kész. Életemben egyszer nem csináltam meg ezt a mexikóit, elment a Fradi ellen játszottunk, Keller Józsi elment, már tudtam, amikor oda néztem, már éreztem, hogy gáz, nem lett belőle, hála Istennek, baj. Futottam vissza, itt az oldalvonalnál szólt, kicsi, mexikói, tudom főnök, 10 000, rendben. Teltház volt a Fradi pályán természetesen, mivel megtudták, hogy a Verebes lett MTK edzője, és akkor azt mondta a taktikai értekezleten, ami körülbelül 10 perces volt, vagy még annyi se, kimenjünk a Fradi pályára, mindenkit fognak szidni, titeket, engem, mindenkit. Azt mondja, nem fogtok jól játszani, sőt, nagyon rosszul fogtok játszani, de ha mindenki oda teszi magát, akkor egy döntetlent el fogunk hozni onnan. És 0-0-ra lehoztuk a meccset. Ha vesztettünk, akkor sem volt probléma. Sose felejtem, hogy volt egy mérkőzés, Fehérváron kikaptunk 4-0-ra, vagy talán 3-0-ra. Bejött az öltözőbe, és mindenkinek gratulált. Mondom, mester, maga melyik meccset nézte? Háttal ült a leláll a mérkőzésnek? Ez a film, hidd el, innentől kezdve csak nyerni fogunk, és igaza volt. Onnantól kezdve zsinórban nyertünk 6-7 meccset. Ennek a jó sorozatnak köszönhetően a drukkerek már elkezdték szövögetni a bajnoki címről szóló álmaikat. Kékesiek pedig az Újpesttel szembeni 4 pontos hátrányból 3 pontos előnyt kovácsoltak a szezon végére, így a bajnoki aranyat 29 esztendőt követően ismét az MTK játékosok nyakába akasztották. Mint egy megszállott út készült arra, hogy itt most bajnokok leszünk. Az apu azért is volt büszke erre nagyon-nagyon-nagyon, mert az MTK-val 29 év után sikerült nyerni. Úgyhogy ez valami, és ez már senki nem veszi el tőlük. Ha nem a Gazi véd, akkor biztos nem nyerünk bajnokságot. A Verebes mondta, hogy Gazi, jól vagy, megcsinálod, jól vagyok főnök. Szóval persze, hogy jól lennék. Én is jól lennék, ha hátul lennék. Szóval itt van előtted a hátvédsor, semmi gondod nem lesz, semmi dolgod. Nagyon jó játékosokból állt az a keret, aki a Verebes úrra dolgozott. Nagyon jó futballisták játszottak, ugye nem akarom, mert megemlítem mondjuk Szejber Gyurit, Bognár Gyurit, Varga Pistát, Híres Gabit, meg a többieket, a Bodaimit, a Kékesi Rezsőt.
ezek a játékosok mind átlag feletti labdarúgók voltak. Nagyon jó csapatunk volt név szerint is, de egyetlen edző nem tudta kihozni belőlünk az eredményt. Az újítások és a sikerek mellett viszont megbújik egy olyan döntés is, amit korábbi játékosai és családja szerint sem lett volna szabad meghoznia. Ami a legnagyobb hibája, és ezt mindig mondom is, hogy ott hagyta az olimpiai válogatottat is. Mert onnan már csak egy pont hiányzott. Abból a három meccsből, ami még hátra volt, egy pont hiányzott, hogy kint vagyunk a Szöul olimpián. Mindannyian meg vagyunk róla győződve, hogy ez életének a legnagyobb hibája, hibás döntése volt, hogy ott fölállt. Mert ott lehetett volna egy nagyon szép siker, és talán a magyar labdarúgás sem itt tartana, mert az úgy beindított volna valamit, még azzal a generációval. Verebes József edzői pályafutásának útja nem volt arannyal kikövezve, hiszen rengetegen hátráltatták az életben. De ezek ellenére is egy ragyogó pályafutás az övé, melyet lánya Krisztina vitt papírra. Az Én mágusom Verebes József című könyv pedig nagy sikernek örvend mind a mai napig. Apu mindig szerette volna, hogy én írjak róla, de így nem volt bátorságom. Pont azért, mert teljesen más témakörökben mozogtam, és valahogy a halála kapcsán nagyon sokan jelentek meg, hogy írnának könyvet róla. A mai napig nem tudom, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt megcsináltam. Ahogy itt az MTK pályán volt ugye az első bemutató, ott is meghatódva mondtam, hogy Úristen, milyen boldog lenne, hogyha ezt így tudta volna, hogy megéri. Bocsánat. Hogy miért imádták a játékosai, arra pedig könnyen választ kapunk a következő történetből. A pályafutása nagyon hasonlított az enyémhez. Tehát egy mély szegénységbe nőtt föl ő is, én is. Ő is a Fradiba kezdte, én is a Fradiba kezdtem. Ő is játszott egy pár meccset a Fradiba, én is. És mind a kettőnket elküldtek a Fradiba. Engem elcseréltek Dorogra. Átölelt, és azt mondta, kifelé menet a Fradi pályán, ahol telt ház volt. És akkor mondta, ide figyelj egy kicsit. Szóval nézzél körül, itt telt ház van. Szóval most kimész, és megmutatod ennek a 40 000 embernek, mekkora hibát csináltak azzal, hogy téged elküldtek. Pelé fénykorában a Santosban nem volt akkora önbizalma, mint nekem. Ő az embert látta meg bennük először, és utána a játékost. Amilyen imádat vette itt aput körül, azt nehéz felülmúlni, és családi volt az egész. Őszintén tudom mondani, hogy az élete végén, amikor az MTK szóba került, akkor fölcsillant a szeme, és imádta, sorolta az embereket. Olyan edzőt kaptunk, aki, hát nem tudom hasonlítani senkihez. Olyan embert kaptunk, akit nem tudok hasonlítani senkihez. Olyan barátot, amilyen nagyon kevés van a világon. 50 éves volt a Verebes, és csináltak egy nagy újságcikket róla, hogy 50 kérdés az 50 éves Verebesről. És egy kérdés volt, hogy ki a kedvenc játékosa. És engem mondott. Már ő abba hagyta az edzőséget, vagy abba hagyatták vele. Én nagyon sokat jártam hozzá, mint privát. Majdnem minden két hétben meglátogattam őt. Hát ez szomorú dolog, de még az utolsó pillanatban is ott voltam. A Varga Pista csapattársammal szem volt a Hajtai Péter, Frank Sanyi, aki ős MTK-sok, és ütünk egymás mellett a konyhába. Így rám nézett, azt mondja, azt mondja, úgy gondolom, hogy csináltam valamit ebbe a magyar labdarúgásba. Hát mondom, igen, mester, köszönjük szépen a játékosok nevébe, is mondtam neki. De azt mondja, most már menjetek, mert nagyon fáradt vagyok. És ugye akkor elbúcsúztunk, és egy pár nap múlva jött a telefon, hogy meghalt szegény. Reformer, futballforradalmár, stílusteremtő. Sok jelzővel lehetne illetni Verebes Józsefet, aki ugyan varázserő nélkül született, de mégis azzal lengte körbe környezetét élete végéig. Mágus. Egy nagyon szerethető ember, és mágus, ennyi. Hát nekem az apukám. Pontolhatatlan. Mindig azt szoktam mondani, hogy azokat a játékosokat sajnálom,
vagy azokat, igen, azokat sajnálom, akik nem dolgoztak a keze alatt. Mert fantasztikus edző volt, és ami a döntő, hogy ember.